Nagy érdeklődés mellett negyedik alkalommal rendezték meg Ferencvárosban a Humor és Borfesztivált Szódával. A Bakács utcában 17 borász, a Bakács téri színpadon humoristák és könnyű zenei programok, a templom környékén pedig népművészeti vásár várta a ferencvárosiakat. A rendezvény előestéjén csütörtökön a Calvin udvarban Dallamos mesék, mesés dallamok címmel rendhagyó zongora koncertre került sor. A Ferencvárosban élő zongora művész házaspárral, Várnagy Andreával és Farkas Zsolttal Szili Nóra beszélgetett. Mi meg velük. Két olyan színes és tiszteletre méltó és tüneményes emberről van szó, hogy azon túl, hogy nyilván az életük adott pontjai, hogy hányban szereztek diplomát, vagy hogy 97-ben költöztek haza Magyarországra, vagy hogy három gyerekük van, ez egyelőre még nem változott, de hogy amikor a bakikról faggatom őket, vagy éppen a hangulati hullámzásokról, vagy hogy van egy művésznél elakadás az életben, vagy hogy hangolódnak ők úgy össze, hogy olyan, mint hogyha egy lény zenélne, tehát az a négy kéz, miközben két ember, mégis valahogy az egy zongoránál egy lény és tünemény születik, ennek mindig vannak újabb színei és újabb történetei és háttér dolgai, amit elmesélnek. A házasság hetének pár évvel ezelőtt ti voltatok az arcai. Tudjuk, hogy milyen szép harmóniában éltek a magánéletben és a szakmában is, de mi van akkor, amikor nincs harmónia, mert nyilván minden ember életében, minden házasságban van ilyen időszak. Az a zenétekben egyébként van, hogy érezhető? Lehet, hogy a közönség nem érzi, de ti igen? Ez egy érdekes kérdés, ezt többen kérdezték tőlünk. Nem azért vagyunk a házasság hete arcai, mert Magyarország első számú tökéletes házaspárját látják, hanem pontosan azért, mert pontosan olyanok vagyunk, mint a többiek. Ugyanazokkal a harcokkal, ugyanazokkal a nehézségekkel, ami a legfontosabb az, hogy szeressük egymást, és a megoldást keressük. Hogy a zenénken hallatszódik-e, hát én remélem, hogy annyira már vagyunk profik, hogy ezt valahogy el tudjuk kendőzni, de nyilvánvalóan, tehát, hogy valamennyire biztos, hogy lehet érezni néha, talán mi érezzük inkább, a közönség számára ez azért nem érzékelhető. Péntek délután a negyedik Humor és Borfesztivált Dr. Bácskai János polgármester nyitotta meg. Humor és Borfesztivál azért is, és amiatt is, mert a humorra szüksége van az embernek, mint az ételre és az italra. Ha ital, akkor én azt kívánom, hogy legyen a bor, igyanak minél több jó magyar bort, erre most is lesz alkalmuk. Mit keres a bor Ferencvárosban? A bor ugyanazt keresi, mint mindenhol a világon, vagy Magyarországon, hiszen a bor az az ital, amely Hamvas Béla szerint a magyar a borivó nemzetek közé tartozik, az az ital, amelyben benne van minden örömünk és bánatunk. Ha kellő mértékkel fogyasztjuk, akkor megfelelő hangulatot tud teremteni, nagyon sok szellemi megnyilvánulásnak is a megindítója lehet, és legfőképpen a társalgásnak, annak a társalgásnak, amire most is szeretném önöket biztatni. A péntek délután és a szombati egésznapos programsorozaton minden korosztály jó kedvéről igyekezett gondoskodni a szervező Ferencvárosi Művelődési Központ. Persze a színpadi programok is mind a szüretről, borról, humorról szóltak. Így a Kolompos Együttes például a szüreti mulatságok hangulatával ismertette meg a gyerekeket. A ferencvárosi nemzetiségek közül a szlovák Lipa tánc együttestől boros táncokat láthattunk. A görög Palio Buzuki együttes pedig a görög boristen Dionysos üzenetét hozta el a Bakás térre. Teremi Trixi és Pozsó József bordalokkal és óperes slágerekkel várta a bort és jó kedvet szerető közönséget. Jöjjön ki, ó Budára, azaz! Egy jó túros csuszára, a kerthelységben somli szó, és ott lehet csak inni jól. Az asztal tarka barka, és rajta jó kadarka, és már az első csók után meglátod, te jó lesz kint, ó Budán!
Visszatérünk még a bakestéri színpad programjaihoz, de most nézzünk el az Assisi Szent Ferenc plébánia templom környékére, ahol értékes, jó minőségű népművészeti termékeket lehetett vásárolni a Pest-Budai Kézműves és Népművészeti Közhasznú Egyesület mestereinek köszönhetően. Az egyesületben budapesti, illetve Pest környéki kézművesek vannak, tehát körülbelül egy 20 tagunk jött ki. Csuhéfonó, bőrműves, gyöngyfűzőink szinte teljes számba, itt 3-4-en is itt vannak, ruhakészítő, mézes kalácsos. Milyen kritériumoknak kell megfelelni, hogy valaki bekerülhessen az egyesületbe? Először is a szemlélet nagyon fontos, tehát az, hogy a hagyományos magyar kárpát-medencei motívumkincsel dolgozzon, technikájában, módszerében is ezt kövesse, alkalmas legyen azért a modern ember lakáskultúrájába beilleszteni, és hát legtöbb tagunk zsűriztet, tehát a népiparművészeti osztályon zsűrizett tárgyakat árul. Karkötőt készítek csuhéból, meg kell sodorni a csuhét vizesen, úgy folyamatosan kell hurkolni. Most először kiszögelem a formát. A hagyományos csuhé meg gyékény munkák azok kosarak, szatyrok voltak, ami itt látható. Mennyire tartós ékszerként, vagy akár használati tárgyként is, amiket itt látunk? Csuhé az nagyon tartós, az egy szívós, erős anyag, azáltal, hogy meg is sodorjuk, attól még erősebb lesz. Olyan csoport kiszolgálásnál dolgozunk, akik a legtöbben vannak, mégis talán egy kicsit mindig félretolják őket, a kislányok, a gyerekek. Nagyon szeretnénk, hogy ők is igényesen és harmonikusan tudjanak felöltözni. Egy komplet öltözék, az állhat egy ruhából, kötényből, kalapból, ami hozzáillik. A másik, amit szeretnénk, hogy a kislányok tanuljanak meg babázni. Ez is egy kicsit elmaradt. Minden részletében egyforma ruhát kap a kislány és az ő saját babája. Lehet, hogy azért, mert hölgy vagyok, de hogyha ezekre a szerszámokra ránézek, akkor én első látásra abszolút elhinném, hogy igaziak, és nem is gondolnék arra, hogy csokoládéból vannak. Igen, eléggé megtévesztő. Igyekeztünk nagyon valósághűre készíteni ezeket a tárgyakat, hogy egy vidám vicces ajándék lehessen. Úgyhogy étcsokiból és fehér csokiból vannak, jó minőségű belga alapanyag. Következő helyszínünk a Bakács utca, ahol az ország szinte összes borvidékéről érkeztek borászok. A Humor és Borfesztivál kitalálója, megálmodója, Őszi Tóth Gábriel és felesége Balla Ibolya volt. A Bakás tér és a Bakás utca irányában kialakítottunk egy borudvart. Ez egy egységesebb képet fog mutatni, a borászoknak is jobb, hogyha együtt vagyunk, és a közönség szempontjából is jobb, hogyha így látják a palettát, hogy milyen borvidékekről látogattak ide a borászatok, illetve középen vannak padok, és akkor ott egy kis vendégmarasztaló italozásra, borozásra várjuk a vendégeket. Jövőre lesztek 5 évesek, hogyan szeretnétek ezt az 5. évfordulót ünnepelni majd? Egy hagyományt teremtettünk itt Ferencvárosban, és úgy látjuk az önkormányzat képviselői is, és a közönség is, hogy nagyon megszerette ezt a rendezvényt. Az 5. évben még több borászatot szeretnék meghívni ide a Ferencvárosi Humor és Borfesztiválra, és hát remek műsorok vannak, tényleg nagyszerű a program. A borról tehát az ország legjobb borászai, a humorról pedig stand-up komédisták. Badár Sándor, Felméri Péter, Redenszky Mária és Dombóvári István, no és jól ismert zenekarok gondoskodtak. Így például az Irigy Hónajmirigy, a Vivád Bakkusz, Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar és a Brass Dance együttes. Mert hogy humor és bor jobb esetben együtt jár. Ez kétségtelenül így volt a fesztivál alatt. A folytatásban bor és humor váltja egymást. Én vagyok itt, te a numera király. Mindenki! Numera király, a numera király. Húzz el innen, nekem ne dumálj. Én vagyok a sztár, bár fájjáj. Én
Bár most csak négyen jöttetek el, de ugye dupla ennyien vagytok egyébként. Hogy tud ennyi ember alkalmazkodni folyamatosan egymáshoz? Minek köszönhető, hogy most már több mint 20 éve működik ez a dolog? Ennek az a legfőbb magyarázat, hogy mi barátként lettünk később zenekar, és ugye egy baráti társaság, az hosszú távon kitart egymás mellett, és ezt a mai napig ezt tudjuk kamatoztatni. Nyilván rengeteg toleranciával jár, ugye egymás felé, mindenkinek megvannak a maga rigolyái, de nincs hibátlan ember, és ezt mi toleráljuk, és tökéletesen tudunk működni, hála Isten. Mondd ez, hogy lett sztár? No meg ugye a humor az minden nehéz helyzetben segít. Egyébként ti személy szerint milyen típusú humort szerettek? Én igazából olyan amerikai típusú humort, mint a Top Secret, a Leslie Nielsen féle humor, amit ha megnézel 26-szorra, még akkor is találsz benne ilyen kis apró kis poénokat. Rendkívül jól érezzük mi is magunkat, hiszen ezért jöttünk vissza már most második alkalommal, és szerintem reményeink szerint a következő alkalommal is jövünk. Nagyon jól rendezett és nagyon jók a műsorok, rendkívül kínálatos a bor választék, és fantasztikus a közönség, nagyon érdeklődés, jó a fogyasztási szokásrendjük. Itt lakunk, a József Attilán, és ide el szoktunk jönni, de ez messze menően ébereli a többit. Úgy tudjuk, hogy a kerületben az első hármasikrek, lehet, hogy már valamikor a történelem folyamán volt ilyen, de hogy mostanában nincs hármasikre, ez egészen biztos. Most az egyik pici elkezdett sírni, de úgy egyébként élvezik a fesztivált a gyerkőcök is, no meg persze önök? Hát eddig aludtak, úgyhogy most keltek föl, és lassan már indulnunk kell, mert éhesek, úgyhogy azért sírnak, és hát persze nagyon élvezik a fesztivált, úgyhogy itt jól érezték magukat a gyerekek is, és az volt a legfontosabb. Ez jó példa arra, hogy egészen pici gyerekekkel, sőt, három gyerekkel is lehet fesztiválozni. Persze, nyugodtan. Egyébként, hogyha van egy kis alapzaj, még jobban is alszanak, úgyhogy persze, lehet nyugodtan. Ha az ember fogyókúrázik, akkor ezt így, tehát én is az épész határain belül szoktam, tehát nem akarok úgy járni, mint a kolléganőm, aki 185 centi magas, és 58 kiló. És mondom neki, mondom, figyelj, pusztulat, ahogy kinézel, hát miért kell magadat így gyötörni meg minden? És ő erre annyit mondott sértődötten, hogy azért, mert ő már volt 50 kiló is. Hát mondom, na és én meg voltam 3 kiló 65. Nagyon szeretek itt fellépni, mert komplett családok szoktak így kijönni, és tulajdonképpen minden egyes családtagot meg tudok így szólítani, és most meg különösen jó a hangulat, én úgy látom. Ami egy kifejezett érdekesség Badacsonyból, például a kéknyelű, ami kizárólag a badacsonyi borvidéken található meg, ebből is hoztunk kóstolót. Ezt tudják az emberek egyébként? Tehát, hogy ha ide jönnek és tudják, hogy Badacsony, hogy na akkor kéknyelűt, azt mindenképp kell kóstolni? Nagyon sok olyan ember van, aki úgy jön ide, hogy a kéknyelűt mindenképp szeretné megkóstolni. Ma is volt már egy hölgy, aki így jött ide hozzánk. Több helyen is egyre színvonalasabb gasztronómiai rendezvény van. Ez a ferencvárosi például egy csodálatos, kitűnő tokai bor van a kezembe. Az este is táncoltam egy kicsit a feleségemmel, és remélem ma is lesz alkalmunk egy kis mozgásra. És amióta borzom, szebb az életem. Mert olyan nekem a bor, mert kevesnek a só. Szer nélkül élni, de nem jó. Így kerek a világ, gondolj csak bele. Sokkal jobb a borral élni, mint nélkül élni. Hogyan éltetitek Bakhuszt, a boristent a színpadon és a hétköznapokban? 13 éve éltetjük a színpadon, és úgy indult, hogy a hétköznapokban kezdtük el éltetni a főiskola és az egyetem alatt. Ott találkoztunk össze, és nagyon egyrugóra járt az agyunk, és semmi pénzünk nem volt sajnos borra, úgyhogy gondoltuk, hogy kiállunk és énekelünk, és ez lett belőle. És most milyen borokra van pénzetek? Igazából most sincs pénzünk borokra, de igazából nem is kell, mert ingyen kapjuk a borokat, úgyhogy. És milyen borokat szerettek ingyen kapni? Tehát mik a kedvenc borvidékek és fajták? Erre mindig azt szoktuk válaszolni, mert többen megkérdezik, hogy igaziból hatan vagyunk, és hatan tízféle borvidéket szeretünk, és tízféle bort. Van, aki nagyon szereti az édesfehéret Tokajból, van, aki a testesebb vöröset Szekszárdról, Villányból, vagy mondhatnám akár Egert is. Az egyik tagunk a somlói Jufarkért van oda. A magam nevével csak annyit tudom mondani, az én kedvencem a Rozé Fröccs. Miért ez a kedvenc faházad most itt a Bakács utcában?
Több oka is van, például az egyik az, és a legfontosabb az az, hogy van itt két saját borunk is, ami egyébként a mi nevünket viseli, és aktívan kivettük a részünket a kóstolási mechanizmusban is, hogy a lehető legfinomabb borválogatás legyen. És milyen jellegű lett az a bor, ami rólad lett elnevezve? Az egy könnyed rozébor. Egy fiatalos íz. Én magam is a rozéborokat kedvelem egyébként. Azt mondják, hogy mindenki fehérrel kezdi és vörössel fejezi be a boros karriert. Én most vagyok a rozénán. Tehát én most vagyok az átmenetnél, és várom már majd azt a pillanatot, amikor együtt fogunk a Gáborral vörösbort fogyasztani vagy a kandalló előtt, avagy kint a nyugágyon. Idén rendezték meg az első ferencvárosi nyílt lecsófőző versenyt, amit Vastag Tamás indított el. Szombat délután lelkesen főzték a lecsót, többek között a határon túli testvérvárosainkból érkezett meghívottak is. Hogyan szeretik magyar kanizsán a lecsót? Sok paprikával, sok paradicsommal, és természetesen jó házi kolbásszal. Esetleg sonka, egy kis füstölt szalonna. Én azt hiszem, hogy ez az alapja, persze a hagymát nem szabad kifelejteni. Visszajelzésekből, akik itt elhaladtak, azt mondták, hogy ez lesz valószínűleg a legfinomabb, mert egy kis trükköket alkalmaztunk benne, amit nem szeretnék most lelőni poénként, de ilyen tuning dolgokat használtunk benne, hogy házi zsír, mert olajon ugye nem lehet lecsót főzni, házi szalonna, meg egy kis parasztkolbász. A Feszöfe Kft. Területén nevelt paprikák, mind fűszerpaprikák, ez meg a Ferencváros és Feszöfe által készített lecsó, aminek a különlegessége az, hogy ez vaddisznóval van egy kicsit megbolondítva, tehát a hús, amit benne tetszenek látni, az vaddisznó hús. És arról nem beszélve, hogy a ferencvárosi lélek is benne van. Az maximálisan, abból van benne a legtöbb. Itt előttünk az ön által készített lecsó, kezébe a saját bora. Ez a bor illik egyébként ehhez a lecsóhoz? Vörös bor, igen, úgy gondolom, csak ez egy kis kadarka még illik is, igen, úgy gondolom, hogy megteszi. Egyébként a lecsóhoz vörösbort szoktuk kínálni. És miért leginkább a kadarka? Kedvenc fajta. Egy a világ főfajtája a portugízer, a kedvenc fajtája még a Cabernet Franc, ami villány Lászlós borra, és azon kívül a kadarka. Hogyan szeretik a lecsót Kárpátalján? Úgy szeretik, hogyha sok van belőle. Most van a lecsó szezonja, és mindenki nagyon várta azt, hogy mikor tud otthon is nálunk így bogrács mellett lecsót főzni magának. Mi a paradicsom dominanciája mellett maradunk, és azt szeretjük, hogy erősebben szerepel a lecsó receptjében, és készültünk egy meglepetéssel, ami a szervírozás mellett lesz egy kis pirítós, lesz egy kis különleges kis szalonás, ilyen kenős a kenyérhez, ami kicsit megbolondítja majd a végén a lecsót, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy az első díjat mi fogjuk elvinni. Nem volt alaptalan a bizakodás, hiszen az első Beregszász lecsója, a második Wunderlich Loisy borászé, a harmadik pedig a Ferencvárosi Önkormányzat lecsója lett. Lecsó után pedig ismét jól esik a bor. Villányból érkeztek, gondolom azért elsősorban inkább vörösbort kóstolnak önök. Igen. Hát egészen a portugízertől, ami egy ilyen alapbora a pincészetnek, egészen a nagy magas kategóriájú küvéborokig minden megtalálható a repertában. 9 fajta vörösbort hoztunk, úgyhogy... Áldoznak egyébként az emberek pénzt a drágább borokra is? Igen, szerintem most már kezd kialakulni egy olyan borfogyasztó rétege az embereknek, akik bevállalják. Megépítették azért a pódiumot is, és onnan gondoltuk, hogy akkor megnézzük. Utána interneten megnéztük, hogy konkrétan mi lesz a program, és itt találtunk olyat, ami minket is érdekel. Stand-uposnak általában mindig egy ilyen rendezvény, még ha nyitott is, úgy hívjuk egymás között, hogy céges rendezvény. Nekünk kétfajta rendezvény jut, vagy a világi rendezvény, azt mi úgy hívjuk, amikor jönnek a bejáratba, mosolyogva váltanak jegyet a pénzükért, és oda bent a pénzükért mosolyognak, illetve a céges rendezvény, amihez Szőke András barátomat tudnám csak idézni, egy fontos mondata van, elvállaltam, mert nem átutalásos, és hogy akkor muszáj elmenni céges rendezvényre. Mi igen sok céges rendezvényre járunk, még akkor is, hogyha nyitott, és hogyha oda megyünk, mondjuk teszem fel egy borfesztiválra, általában mindig találkozunk olyan emberrel, aki már nem ma kezdte ezt a bizonyos ivást. Ő már túl van minden határon, és mind a kettőnket összekever a másikkal. Egy negyed órán keresztül szoktam hallgatni ezt, hogy Bannékám,
Bandékám. Bandékám. És azért már idő után untam, mondom neki, az az egy baj van, hogy engem Sanyinak hívnak. De nem tudtam kizökkenteni, mert ennyit mondott, de apád bandit akart, és utána folytatta tovább. Tud szerencsém látni a nagy fradistákat annak idején, még ifjú koromban lejött a Fradi egyszer Szentesre, Rab Tibi, Vépi Peti, Nyilasi és Ebedli és a többiek, és egész Szentes örjöngött, hogy megnézhesse, hogy a Szentes vízművel mit fognak játszani, hát nem volt kérdés, de legalább egy gólt elérünk-e vajon ellenük, és arra emlékszem, hogy a tömeg az olyan szinten nyomott rá a korlátra, amin be lehetett volna menni, hogy az egyik bordám az meg is recsent, úgyhogy életemet és véremet adtam azért, hogy láthassam a Fradit. Én Ferencvárosi drukker vagyok, tehát örülök, hogy ebbe a kerületbe lehetek. A másik itt családias a légkör. Tehát olyan, hogyha egy nagy család lennénk, már mindenki mindenkit ismer, nagyon sokat bartelezünk, kolbászt fröccsre cserélünk, a fröccsöt pálinkára, a pálinkát kolbászt, azonban így körbe, és ez egy ilyen nagyon-nagyon kellemes családi hangulat, és itt mindig csodálatos az idő. Fantasztikusan jó. Komolyan mondom, hogy le a kalappal a szervezők előtt, mert ez nagyon-nagyon felülmúlt az összes eddig itt, nagyon jó. A humor és bor együtt mindenkinek a fölszabadultságot jelenti. Azt jelenti, hogy egy kicsit föltöltekezhetünk, azt, hogy a napi gondokat félretehetjük, és mi szervezők, mi arra koncentráltunk, hogy valóban az a törekvés, ami a kulturális koncepciónkban már évek óta megjelent, hogy összefogjuk a város lakosságát, a kerület lakosságát. Ez most tényleg ezt a célkitűzést, ezt most sikerkoronázta. Vágyom nála venni bitangul, ahol zárva nyitva, a sokba zár. Csacska szívem, arra vár. Kicsi fiadnak mit szoktál énekelni? Neki például az Este jó című gyerekdalt, akkor Halász Judittól nagyon sokat, ugye az Ákom Bákom című dalt, vagy a Bóbitát. Tehát neki inkább azért ezeket a gyerekdalokat szoktam énekelni. De van, hogy kéri például a Balaton a Rivierát. A zsebeimet pincettel tölteném, a biciklimet Cadillacre cserélném, a tengerparti luxus hajót bérelnék, a napfényben a hullámokon repülnék. Visz, a lidóban egy tisztet velem járnának.